Az elmúlt években egyre szorosabbá vált a felsőoktatási intézmény és a város kapcsolata. Az Óbodai Egyetemhez kötődik a geo megmentése, de az intézmény vett át nemrégiben az egykori Corvinus kampuszt, majd döntött úgy, hogy a sportközgazdász képzést is felveszi portfóliójába. Mint Fehérvár polgármestere hangsúlyozta, a mostani együttműködés ismét erősíti az Óbodai Egyetem Fehérvári jelenlétét, ugyanakkor mindkét félnek előnyös megállapodást írtak most alá. Olyan stratégiai partnerek csatlakozzanak ehhez a munkához, amelyek egyrészt egy-egy területen tudnak pluszt adni az egyetemnek is, de egyúttal az egyetem pedig nagyon sok plusz tud adni ebben a vonatkozásban az akadémiának. Másodszorban pedig, hogy erősítsük a sport és a tudomány kapcsolatát, ami szerintem, a, amelyre megy a világ, egyre inkább, egyre inkább fontossá válik. Legyen az nagyon sok a sportoló felkészítése vonatkozásában, jelentkező munkában, de abban is egyébként, hogy a tudomány hogy tudja segíteni a sportolókat, vagy adott esetben egy sportolói közösséget. A sport és a tudomány kapcsolatáról beszélt Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora is az együttműködési megállapodás aláírásakor. Nagyon kötődik a sport a műszaki élethez, mert ma már a műszaki innovációk, azok gyakorlatilag a sportinnovációkban látnak a napvilágot, és nem titkolt célunk, hogy a Székesfehérvári Tudományos és Innovációs Parkban gyakorlatilag szintén a sportolással kapcsolatos vagy sporttudományjal teljesítményélet annal kapcsolatos műszaki fejlesztéseket is vigyük és kamatoztassuk. Úgyhogy ez egy kiváló alkalom lehet arra, hogy egy nagyon gyors és dinamikus sportág, mint a jégkorong tekintetében ezt a kérdéskört meg tudjuk valósítani. A megállapodásnak köszönhetően az Óbudai Egyetemre jelentkező sportolók igazodva sportkarrierjükhöz egyéni tanrendben szerezhetnek diplomát az egyetemen. Ugyanakkor a sportolók a jövőben duális képzés keretében mester szakon a jégkorong Akadémiát is választhatják majd gyakorlati képzőhelynek. Nem mindenkinek lesz az élsport a megélhetési kenyere, és a sporták sem olyan a jellegéből fakod, fakadóan, hogy, hogy olyan egzisztenciát tud ebből az összes sportoló játékos teremteni, ami később egy, akár egy család eltartására is alkalmas lehet. Úgyhogy nagyon kell gondoskodnunk arról, hogy mi lesz ezekkel a fiatalokkal. Tehát egy óriási lehetőség a fiataloknak, számunkra viszont egy, egy óriási felelősség, mert gondoskodnunk kell róluk lehet egy sérülés, bármilyen olyan dolog akadályozhatja őket az életben, ami egy a szülők és a játékos, illetve a klub által felvázolt vízióba hibaként, hibafaktorként szerepelhet. Az idei felvételi során már többen jelentkeztek az Óbudai Egyetemre az akadémiáról, tette hozzá Fekti István, így ha felvételt nyernek a fiatalok, ők már a most aláírt megállapodás szerinti egyéni tanrendben kezdhetik meg tanulmányaikat a Felső Oktatási intézményben.